Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Katona Andrea, a Válaszpárt elnöknője. Kezdjük, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok önöknek is. És itt van velem Kovács András, az Origó főmunkatársa. András, első alkalom, egy csinos pártelnöknő, nem csak szőke, hanem okos is, elnézést ezért a szexista megjegyzésért. Illér Zoltánnak biztos nem tetszene. Mi is az a Válaszpárt? A Válaszpárt egy nemrég alakult kicsi párt, tulajdonképpen a változást akaró szavazóknak a pártja, amely pontosan azért jött létre, mert azt láttuk elég sokan, hogy a jelenlegi pártok nem a szavazókat képviselik, hanem egész egyszerűen csak biodíszletnek használják őket, és csak annyi időre van szükségük rájuk, ameddig a 4 évenkénti X-et berajzolják a kis kockába. Ha egyáltalán elmennek és berajzolják. És mivel úgy ítéltük, hogy a szavazóknak szükségük lenne a további időkben is képviseletre, hiszen képviseleti demokráciában élünk jelen pillanatban, ezért azt mondtuk, hogy rendben van, akkor a szavazók alakítanak egy saját pártot, és mindazok a szavazók, akik változást szeretnének, azok tömörülnek ebbe az úgynevezett Válaszpártba. Ön tagja a Kardegyesületnek is, mert a Kardegyesületnek vannak hasonló tézisei. Igen, a Kardegyesületet együtt alapítottuk dr. Magyar Györggyel, amikor még abban gondolkodtunk, hogy egy egyesület lehet egy olyan eszköz a társadalom formálásának a módjában, ami segíthet abban, hogy az embereket felvilágosítsuk, hogy foglalkozzanak többet a közélet problémáival. Nem tartanak attól, hogy önöket is besorolják az úgynevezett bizniszpártok körébe? Ez mindenkire áll, hogy a bizniszpártok közé sorolják önöket, a pártokat, viszont mi úgy gondoljuk, hogy mi nem egyedül szeretnénk indulni, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ellenzéki oldal, amelyik szeretne jelen pillanatban kormányváltást, az egy szövetségi pártba, vagy szövetségbe tömörülve egységesen induljon el. Tehát számunkra nem az a módszer, hogy mi mind a 106 körzetben megindítjuk a saját jelöltünket, fölvesszük az erre járó pénzt, hanem abszolút nyitottak vagyunk. Kivel sikerült idáig megállapodniuk? Több párttal is folytatunk egyeztetéseket. Ha ezt részleteznél, lenne olyan kedves. Szívesen részletezném, de egyelőre csak azt tudom elmondani, hogy hogyan indítottuk meg a megbeszéléseket. Halljuk. Úgy gondoltuk, hogy végignézzük az összes pártot. Jelen pillanatban akkor még 200 párt volt, amelyik be volt jegyezve hivatalosan. Ebből rögtön megpróbáltunk szelektálni, mert hát 200 pártot mégsem lehet felkeresni, és a 200 pártból rögtön kiderült legalább 140-ről, hogy úgymond nem található róluk semmilyen információ. Nincs se Facebook oldaluk, se saját weboldaluk, és a Google... Ők lesznek azok a bizonyos bizniszpártok? Hát nekem vagy úgy tűnik, hogy egyszer megalakították a pártot, és a továbbiakban nem gondolták komolyan ezt az egészet, nem vitték tovább, vagy elképzelhető, hogy ők lesznek a bizniszpártok, így van. A fent maradt közel 100-ból hányan sikerült idáig? 60 maradt fönn ezen a palettán ezek után. Azóta természetesen, mivel megszámolta a 60-at, újabb pártok alakultak. Így van. Majdnem 170 párt alakult, úgy tudom, és hasonló mennyiség vár még bejegyzésre, úgyhogy majdnem 400 párt lesz, mire önök a választási idő. Önök már be vannak jegyezve. Igen, mi már be vagyunk jegyezve. Hány tagjuk van, amennyiben ez publikus? Abszolút publikus. A tagságunkat azt nem nagyon szeretnénk növelni, tehát nem az a célunk, hogy párttagjaink legyenek, hanem hogy inkább követőink. Mert a párt maga, mint szervezeti forma, nagyon taszítja az embereket. És az, hogy párttag valaki, azt valahogy ilyen nagyon félősen. Igen, de a parlamentbe általában úgy jutnak, mert demokratikusan választott pártok képviselői, hogy pártkatonák, nem? Én nem szeretem, hogyha valaki pártkatona. Én ebben látom egyébként az egyik rákfenéjét a magának a parlamentnek is, hiszen a választónak kötelessége megválasztani azt, aki majd őt képviseli a parlamentben, és onnantól kezdve, hogy bekerül, átmegy egy ilyen pártfegyelembe a dolog. És onnantól kezdve a párt irányítja magát a képviselőt, nem pedig az, akinek egyébként kellene képviselni az érdekeit, vagyis a választó. Ha most fölhívok valakit elméletileg Ózdon, vagy Sargótarjánba, vagy az ország más nem túl gazdag részén, és azt mondom, hogy Válaszpárt. Fogják tudni, hogy ki az, mi az, mire való?
Van olyan hely, ahol fogják tudni, és van olyan hely, ahol nyilvánvalóan még nem. Mit tesz azért, hogy mindenhol tudják? Jelen pillanatban ugye a mi egyetlen forrásunk, ugye a média az eléggé korlátozott terület, mert nagyon le van foglalva. Éppen ezért hívtuk meg Önt. Nagyon kedves Önöktől. Nyilvánvalóan az internet az egyik olyan szabad terület, ahol még lehet nyugodtan terjeszkedni, és lehet ott mennyire ismerni. Aktívak? Ott nagyon. Ott eléggé. Mik a legfőbb közösségi médiában, vagy a saját honlapjukon? Van saját honlapunk is, ahova mindig mindent felteszünk, tehát aktuálisan frissítjük naprakész információkkal. Természetesen eme beszélgetést is. Abszolút. Már perceken belül a YouTube-on is ott lesz, igen? Mindenképpen ott lesz, tehát van saját YouTube csatornánk is, és természetesen a Facebookon van oldalunk is, illetve egy Válaszra Várva nevű csoportunk, ahol egy úgynevezett előszobáját képezzük azoknak, akik érdeklődnek a válasz iránt. Mennyien érdeklődnek? Jelenleg olyan 1300-an vannak a csoportban. Ez még kevés a boldogsághoz. Így van, viszont mi figyeltünk mondjon arra, valami olyat a terveiből, amitől Ön elhiszi azt, hogy legalább annyian elmennek Önökre szavazni, hogy bekerüljenek a parlamentbe. Ne ránk szavazzanak. Arra a szövetségre szavazzanak, amit összehozunk. Akkor Önök hogy kerülnek be a parlamentbe, hogyha nem Önökre szavaznak? Nem feltétlenül fontos, hogy mi kerüljünk be a parlamentbe. Tehát ettől nem vagyunk bizniszpárt. Hát próbálunk nem az lenni. Engem jobban érdekelne most, hogy mik az Önök konkrét programjai. Tehát mi az, amit kínálnak a választóknak? Uh-huh. Vagy az a szövetség? Vagy akiket megpróbálnak rávenni, hogy csatlakozzanak a nyugodtan szövetséghez? Nyugodtan puskázhat is, látom, hozott magával hatalmas betűkkel kinyomtatott. Emlékeztetőt hoztam, igen. Ez az Ön hiszek egye? Ez több, mint az én hiszek egyem. Én azt gondolom, akkor András hogy... válasza után mesélje nekünk arról, hogy mi van a papíron. Jó, mesélek majd a papírról is. Én most arról tudok mesélni, hogy a választárt hogyan fogalmazta meg azt, hogy mit szeretne. Mi egy 365 napos programot állítottunk össze. Tehát nem 500, hanem 365. Nem. Mindenki azt hiszi, hogy ez a Bokros Lajosféle 500 napos programnak egy minimalizált változata. Nem az. Ugye Bokros Lajos 500 napra kért felhatalmazást arra, hogy megalkothassa azokat. Önök mennyi időre kérnek felhatalmazást? Én azt gondolom, hogy a következő kormánynak, amelyik, ha sikerül leváltani ezt a jelenlegit, mindenképpen szüksége lesz 4 évre arra, hogy rendbe tegye ezt a jelenlegi állapotot. És amit mi szeretnénk, ugye 12 nagy pontba fogtuk össze ezt a 365 napos programot, amiben tényleg nagyon sok minden van. Az egyik, ami számunkra legfontosabb, hogy az emberek itthon, a saját országukban biztonságban érezhessék magukat. És itt most nem a migráció kérdésére gondolok, hanem elsősorban arra, hogy mondjuk az egészségügy területén, a jogbiztonság területén, a létbiztonság területén, tehát a rendőrség, a mentők, a tűzoltók, ezek olyan állapotban legyenek, hogy egy pillanat alatt tudnak az embereken segíteni. Ne kelljen félni attól, hogyha egy kórházba kell bevennem, akkor ott fogok meghalni. Aztán nagyon fontosnak tartjuk, hogy végre megérezzék az emberek, hogy a jövő társadalmát kéne építeni, mert amit jelenleg építünk, az a múlt. Tehát ne a 19. század felé menjünk vissza, hanem a digitális világ irányába. Egy olyan államigazgatás felé, amelyik puritán, de ugyanakkor elektronikus is. Aztán nagyon-nagyon fontos... Nem lesz, hogy a mostani kormány is erre felé halad? Haladgat, én inkább azt mondanám, kisebb akugrásokkal haladgat, elég sok a probléma a digitalizáció. Tehát ez igen. Elég sok a... Azért bakugrás, mert kihagynak alapvető dolgokat. Tehát van, amit digitalizálnak, ugyanakkor rengeteg dolog papír alapon működik. Van még 2 percünk, és ezt én szeretném teljesen elprivatizálni, és megkérdezni, hogy amennyiben mégis bejut a parlamentbe, és mondjuk oktatási miniszternek beválassza a majdani koalíció, akkor mit fognak a diákok olvasni? I-könyvet, vagy kézzelfogható könyvet? Szerintem mindkettőt. Én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy minden egyes tananyag digitálisan is elérhető legyen. Mert ha éppen éjszaka szeretne otthon tanulni, akkor nyugodtan elérhesse éjszaka is ezeket. De ugye mivel az én alapvető szakmám könyvtáros, számomra maga a hagyományos könyv az sosem lesz igazán pótolható. Tehát nekem szükségem van arra, hogy fogjam, érezzem, lapozzam. Egy e-book olvasón ezt mind nem tudom megcsinálni, de van az is természetesen. Tehát az ember azt használja, amelyiket éppen hasznosabbnak tartja technikailag. Andics Bucsú kérdés. Hány pártot vélnek megnyerni a közös indulásba, amiben itt gondolkoznak? Látja ennek a végét már, hogy kik azok, akik Önök mellé fognak állni?
amit előbb beszéltünk erről, de ez nem konkretizálódott. Én úgy gondolom, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egy úgynevezett, mint egy nagy koalíció induljon el. Most, hogy ugye már az MSZP-nél is elhárult az a veszély, hogy nem akarnak senkivel sem szövetséget kötni, illetve hát Botka meghatározza, hogy mit szeretne. Innentől kezdve remélem, most már csak Szegeden határozza, hogy van, meg lehet, így van, én remélem, hogy most már kompromisszuk készebb lesz az MSZP is, és a nagypártok is érezni fogják, hogy egyedül nem mennek semmire. Ez végszónak is ragyogó. Gratulálunk az első szűz interjúhoz. Köszönöm az szépen. Elmúlt percekben dr. Katona Andrea, a Választpárt elnöke volt stúdiónk vendége, és akkor már is következik a Buli negyedről a DK budapesti képviselője, 6. és 7. kerületi országgyűlési képviselő Olá Lajos. Ez a beszélgetés felvételről megy. Továbbra is tartsanak velünk. Előzetes és a beszélgetés után jövünk vissza élőbe. Köszönjük, hogy ennek is.